Asztali tenisz verseny volt Karcagon. Asztali tenisz diák olimpiai döntőt rendeztek Karcagon. Karcag város már most sokadik alkalommal, nem tudom megmondani pontosan, hanyadik rendezi meg a asztali tenisz diák olimpia megyei döntőjét. Ez már hosszú évek óta hagyomány, valamikor az országos döntők is itt voltak, sorban egymás után, és hát végül is ez nekünk nagyon jó dolog volt, vittük tovább a város hírnevét, a karcagi asztali tenisport ismertségét. Most a megyei döntő is a feladatunk lett, és a megyei Diáksport Szövetséggel, a városi önkormányzattal közösen helyt adunk ennek a kiváló rendezvénynek, ahol a megye diákjai általános iskolától középiskoláig két kategóriában, igazolt és nem igazolt versenyzők vesznek részt ezen a megmérettetésen, és az itteni győztesek részt vehetnek az országos döntőn. A versenyen általános és középiskolás diákok vettek részt. Ma délelőtt a középiskolások korcsoportja kezdi a versenyt, és ezután délután, kora délután pedig a fiatalabb versenyzők következnek, külön, ahogy említettem, az igazolt és az igazolással nem rendelkezők. A döntőn több versenyszámban mérték össze tudásukat a sportág legjobbjai. Van csapatsportág, ez csak a középiskolásoknál, és az alsó tagú, illetve az általános iskolásoknál pedig egyéni versenyszámok vannak. Fiú-lány versenyszámban ennyi, mert a páros itt nem szerepel. A döntő a sportcsarnokban egynapos volt, több tucat versenyző jelentkezett így is. Körülbelül 40-45 fő az, aki a megye területéről, az általános iskolából, középiskolából jelentkezett. Én azt gondolom, hogy zömmel szolnoki versenyzők járnak majd az élen, de azért nekünk is van a Kovács Réhesének egy kiváló versenyzője, Dobó Pisti, akitől én azt várom, hogy ott lesz az élen, hogy milyen érmet akasztanak a nyakába, az majd a pillanatnyi helyzet alapján dől el, de én bízom benne, hogy a középiskolások között ő ott lesz a döntőben, a vegyei élvonalban. A pillanatnyi helyzet, a pillanatnyi teljesítmény határozza meg egy-egy ilyen versenynek is az eredményét. A felkészülést rengeteg munka előzi meg. Hát a munkát azt mi igazán ismerjük, mert én legalábbis közel 50 éve foglalkozom utánpótlás neveléssel, kisebb-nagyobb megszakításokkal, és tudom, hogy ez mivel jár. Egyre nehezebb, meg kell, hogy mondjam, a választ nem tudom rá, hogy miért, de én azt gondolom, hogy a mostani fiatalokat már olyan sok kellemes, nagyszerű, külső inger éri, hogy nem mindig marad idő és energia a sportra, mert azért azt tudni kell, hogy még ezen a szinten is a sport lemondással jár. Fel kell áldozni érte egy jó haveri társaságot, egy jó bulit, és sorolhatnám tovább, és nagyon nagy munkával jár az, hogy a fiatalokat idehozzuk, mert hát ha valaki akar fejlődni, akkor ahhoz rendszeres munka szükséges. A szakosztály vezetője arra kéri a fiatalokat, csatlakozzanak hozzájuk. Én azt gondolom, hogy a mai nap is egy kiváló alkalom arra, hogy mondjuk akár iskolákból és egy tornaórán eljöjjenek és megnézzék ezt a megyei döntőt, hiszen itt láthatják azért, hogy az amatőrökből hogyan lesznek igazolt versenyzők, netán az országos ranglistán is helyezettek. Másrészt pedig én azt mondom, javaslom, hogy jöjjenek el az asztali tenisz szakosztály edzéseire, ami kedden, szerdán és pénteken van a Kovács Mihály tagiskolában délután 4-től 7-ig. Nézzék meg, hogy hogyan megy ez a sport, hiszen ott azért vannak NB-s szintű versenyzők. Másrészt pedig, mivel mi mindig közhíreljük a szakosztály mérkőzéseit, legyen az NB2-es csapat, vagy a megyei valamelyik csapat, jöjjenek el egy mérkőzést megnézni, és akkor láthatják mondjuk az NB2-ben, hogy hol van az a versenysport, ami az ország második vonalát jelenti. A döntőt Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg. Én már hagyományos, hiszen lassan egy évtizede Karcagon kerül megrendezésre az asztali tenisz diák olimpia megyei döntő, amely minden évben az országos döntő előversenye, hiszen innen lehet eljutni az országos döntőre. Ugye maga az országos döntő is több éven keresztül Karcagon került megrendezésre,
ebben az évben egy más helyszínen lesz, de ettől függetlenül a megyei Diák Sportbizottság úgy döntött, hogy a megyei döntő az marad Karcagon. A döntőn már az alsós diákok is részt vesznek, hangsúlyozta a polgármester. Maga a program egy napos, ugye az általános és középiskolás tanulók vesznek részt, tehát egészen az első általános iskola első osztályától a végzős érettségi előtt álló középiskolásokig bezáróan. Három korcsoportban, hiszen összevont versenyekről beszélünk, tehát 1-es-2-es korcsoportnak van egy külön versenye, a 3-as-4-es, illetve az 5-ös-6-os korcsoportnak, a középiskolásoknak van egy külön versenye. Ami fontos, hogy külön fiú és leány kategória, illetve ezen belül is amatőr és igazolt versenyzőknek külön versenyt hirdetett a Magyar Diák Sport Szövetség. És ami még bonyolítja a helyzetet, hogy egyéni és csapatversenyben is küzdenek egymással, természetesen itt már nem egyéni versenyzők, hanem az iskolai csapatok. A város számára különösen fontos ez a program. Minden diák olimpiai verseny fontos, kiemelten fontosak azok a rendezvények, amelyek nem csak városi szinten, hanem akár megyei, területi vagy országos szinten is megrendezésre kerülnek, kerülhetnek itt a városban, hiszen komoly csatákat, vitákat kell azért lebonyolítani, hogy egy-egy település megszerezze a rendezési jogot. Ugye az asztali tenisz egy hagyományosan erős sportág a városban, amely nem csak az eredményekben, hanem abban az infrastruktúrában is megmutatkozik, amelyet a városi szakosztály kapott az elmúlt években a megyétől, illetve az országos szövetségtől. Tehát, hogy szétnézünk, ugye a paravánok, asztalok, hálók, különböző felszerelések, amelyek szükségesek egy verseny megszervezéséhez, lebonyolításához, az a Karcagon rendelkezésre állnak. Nagyon sok település irigyli ezeket a felszereléseket. Tehát nekünk minden lehetőségünk megvan arra, hogy egy megyei vagy akár egy országos versenyt is lebonyolítsunk. Természetesen ugyanez a helyzet a többi sportággal is, hiszen nagyon sok sportág eseményeit le tudjuk bonyolítani itt a sportcsarnokban, vagy a különböző szabadtéri sporttelepeken, sporthelyeken, úgyhogy minden sportág fontos számunkra.